Max Verstappen egy pályaelhagyás miatt eldobta a pole pozíciót, így a vasárnapi amerikai nagydíjon Charles Leclerc és a Ferrari rajtolhat az érről. Üdvözöllek benneteket a Kotárról, Austinból, ahol a pénteki napon rekkenő forróság uralkodott. Katar után egy újabb forró hétvége vár a mezőnyre. Ez az a pénteki napon 35 Celsius fokig ment fel a hőmérő higanyszála, de ez az amerikaiakat és az amerikai közösséget a legkisebb mértékben sem zavarta. Elképesztő tömeg lepte el a Kotát már most pénteken is. A pedok például, amely egyébként a szokásosnál vagy az átlagosnál jóval tágasabb ezen a helyszínen, jóformán élhetetlen volt, annyi vendég járt, kelt itt a nap folyamán. Nagyon sok VIP is érkezik majd a hétvége folyamán. A mai napon hallott információk szerint itt fel fog bukkanni például a San Antonio Spurs kosárlabda csapatának jó néhány tagja, eljönnek néhányan a Dallas Cowboys amerikai focistái közül, de olyan hollywoodi csillagok látogatására is kilátás van, mint például Patrick Dempsey, és a felett tudja 20 akárhány oldalas a VIP vendéglista, ami hozzám eljutott a mai nap folyamán, úgyhogy hírességekben biztosan nem lesz hiány. Mivel sprintes hétvégéről van szó, ezért a pénteki nap is más, mint egy átlagos hétvégén, ugye? Ilyenkor pénteken a nap fénypontja a kvalifikáció, amely a vasárnapi rajtsorrendről dönt, és ez most bizony meglehetősen izgalmasra sikeredett. Max Verstappen a Q3-ban, a gyorskörök utolsó hullámában az élre ugrott, azonban a legjobb idejét pályaelhagyás miatt törölték, így a pole pozíció Charles Leclerc-é lett. A Ferrari meglepően jól muzsikált, Carlos Sainz negyedik helye is ezt bizonyítja, úgyhogy valójában semmiféle fejlesztést nem hoztak erre a hétvégére. Leclerc a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ez annak tudható be, hogy kezdik alaposabban kiismerni a technikát, és sikerült egy nagyon hatékony alapbeállítással megkezdeni a hétvégét. A monakói mögött Lando Norris végzett, akit Lewis Hamilton követett. Sainz ugye, mint említettem, negyedik, az ötödik helyre George Russell kvalifikált, az legjobb körét elveszítő Max Verstappen a hatodik pozícióban végzett, mögötte pedig Pierre Gasly, Esteban Ocon, Checo Perez és Oscar Piastri a sorrend vasárnap. A pedokban különös figyelem övezte az Andretti család jelenlétét. Megjelent Mario és Michael Andretti, ugye a Nemzetközi Automobil Szövetség a közelmúltban jelentette be azt, hogy az Andretti lehet az a csapat, amely esélyt kaphat arra, hogy csatlakozzon a Formula 1-hez. Ugye nyilvánvalóan ehhez még az F1 jóváhagyása is kell, ami nagyon nem akar megszületni a hírek szerint. Ugye az F1-ben, az F1 mint szervezet az elmúlt időszakban többször is jelezte, hogy nem érzik szükségét a 11. csapat megjelenésének. Nos, Mario és Michael Andretti mindkettőjükkel alkalmam nyílt röviden beszélni a nap folyamán. A csapat mindkét fő személyisége nyomatékosította azt, hogy maximálisan bíznak abban, hogy minden rendben lesz, és megkapják minden érintett fél részéről az induláshoz szükséges jóváhagyást. A csapat terve az, hogy akár már 2025-ben is rajthoz állnának. Mint megtudtuk, egy 2023-as szabályzat alapján elkészített autó szélcsatorna modelljén kezdenek meg dolgozni a jövő héttől kezdve a Toyota kölni szélcsatornájában. Gőzerővel dolgoznak, tehát annak érdekében, hogy a debütálás minél hamarabb, akár már 2025-ben megvalósulhasson, míg úgy is, hogy mint kiderült, március óta már nem érvényes az az előzetes megállapodás, amelynek értelmében az Alpine szállította volna a hajtóműveket az Andretti csapatnak, amely egyébként ugye a General Motors-szal szövetkezve készül beszállni a Form 1-be, szóval Michael Andretti és Mario Andretti is bizakodó. Sok mindent megtudtam a terveikről, amelyről majd a Formula Podcastben be fogok számolni, de mind a ketten úgy hagyták el a pedokot pénteken, hogy nyomatékosították, maximálisan bíznak abban, hogy szerepelhetnek záros határidőn belül a Formula 1-ben. Felbukkant a pedokban, a pénteki forgatagban az Alpintól a belga nagydíj pénteki edzésnapjának kellős közepén kipenderített szakvezető Ottmar Szafnauer is, aki civilben járt itt, megbeszéléseket folytatott itt és ott. Egy privát beszélgetés során megtudtam tőle, hogy nagyon élvezi azt, hogy az elmúlt hónapokban semmiféle nyomás nem nehezedett rá, élvezi azt, hogy egy picit civil életet élhet. Ez még egy darabig el fog tartani ugye a menesztést követő kötelező
kertészkedési szabadságnak köszönhetően, de saját bevallása szerint hisz abban, hogy záros határidőn belül újra visszatérhet a Forma 1 körforgásába. Vannak ajánlatai, döntés még nem hozott, és mint hangsúlyozta, semmi nem sürgeti őt, de abban teljesen biztos, hogy hamarosan újra a Formula 1-ben láthatjuk viszont. Egyelőre ennyit innen a helyszínről, én köszönöm a figyelmeteket. Egyetlen egy dolgot tudok ígérni, hogy a formula.hu-n hozzuk az amerikai nagydíj hétvégéjének összes érdekes részletét és az összes érdekes és fontos információt. Kövessetek bennünket a social médiában, a Formula felületeit, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hallgassátok a Formula Podcast-et, csatlakozzatok hozzánk a Formula Podcast Facebook csoportban, és engem is követhettek X-en, Instagramon és Facebookon, ahol Mesandor az azonosítom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szeressétek a Forma 1-et, szombaton jövünk ismét, sziasztok!